Országszerte megkezdődtek a Bolyai Nyári Akadémia képzései. Nagyváradon négy római katolikus egyházmegye hittantanárai gyűltek össze, hogy a gyakorlatias képzés útján megtalálják a választ arra a kérdésre, miképpen lehet vonzóvá tenni a hittanórákat a gyermekek számára. A Bolyai Nyári Akadémiát 25. alkalommal szervezi meg a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Erdélyszerte több szekcióban zajlanak a foglalkozások pedagógusok számára a különböző tudományágakban. Váradon első alkalommal szervezték meg a hitoktatók képzését a nagyváradi, a gyulafehérvári, a szatmári és a temesvári egyházmegyék római katolikus vallástanárai számára. Elmúlt időben próbáltunk egy kicsit összehangolódni a hitoktatás terén. Több találkozó volt itt Váradon a négy magyar egyházmegyének a hitoktatóival és azoknak a felelőseivel, és úgy láttuk, hogy jók ezek a találkozások, és jó egy kicsit úgy körbejárni ezt a mi világunkat, szűk világunkat, hogy megismerjük a különböző realitásokat, és így hát feltöltődve gazdagodjunk. A hétfőn megkezdődött és hétvégén lezáruló képzés célja, hogy a hittanoktatást vonzóvá tegyék a tanulók számára, és mint az egyik előadó, Osváth Judit fogalmaz, ne csak a gyermek értelmét ragadják meg a vallás során hallottak, hanem a szívét is. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyermek megérintődjön ezeken a hittanórákon. Tehát, hogyha csak elméleti, csak az értelmet célba vevő képzésekben gondolkodunk, az nem lesz jó. Ezért ez egy nagyon gyakorlatias képzés. Két csoportban folynak a foglalkozások, bábozástól a pszichodrámáig, nagyon széles a skála, neves előadóink vannak. A tanügyi törvény szerint a gyermeknek vagy szüleinek jogában áll választani, hogy tanuljon-e vagy sem hittant. A képzés szervezői szerint éppen ez jelenti a kihívást. A hittant úgy kell tanítani, hogy a diákok szívesen vegyék fel a tantárgyat és érdekelje őket mindaz, amit és ahogyan a tanáraik átadnak.